Lássuk, mi van az interneten. Micsoda? Szárnyas malac? Ne! Sziasztok! Egy percesek utolsó előtti, vagy utolsó előtti rész, még nem döntöttem el, tekintve, hogy fél perce vettem fel az előző részt, úgyhogy még nem jutottam dűlőre. Az első pályát Blase készítette, ha máshogy kell kiejteni, akkor... Már hogy lehetne még kiejteni? Blase, mindegy. Készítette, és ez a cím, hogy A lehetetlen, megint ilyen bizalomgerjesztő cím, olyanokat tudtok adni. Jó. Na, megint börtönben vagyok. A történet még nem fontos, meg később. Oké. Okay. Üsd ki. De most... kapok csákányt. Azt mondja, itt már van történet. Szerinted is? Hát ezen most hosszan el tudnánk beszélgetni, de most azt mondom, hogy tartózkodom. Nyugi, ha meghúzod a kart, akkor nyertél. Húzd meg, hogy bum. Mi ez? Mint a dogús. Hát lehet, hogy van mögötte valami, hogy meg kéne húzni, pedig tudom, hogy ettől tönkre fog menni a gépem. Processzor gyilkos. Nem is történt semmi. De tényleg volt mögötte valami. Ó, de rossz. Szegény. Ki tudom ütni? Aha. Akkor egy kicsit átkötöm úgy, hogy felrobbanjon a TNT. Ah, és még egy kéne. Itt bénázok itt a... Hopp, ez sikerült egy pillanat. Ó, én... túlélőben vagyok. És egy szívvel megúsztam. Mármint, hogy egy szívvel ment le. És az van, hogy írva, hogy csavus, hogy csak ezt ilyenkor nem látni. Csabusa! A következő pályát Kopci készítette, bizony, és az a cím, hogy fűrész. Azt hiszem, sokat várhatunk ettől a pályától, hiszen Kopci minőség. Jó, és tehát ez egy kezdő gomb. Azt mondja, én nem azt... Na, közben történik valami. Én nem azt mondom, mikor indítsd az órát, hanem az, hogy mikor ne. Most ne. Hát pedig már indult. Fony TV? Vagy Fony? Itt, hogy Fony. Azt mondja... Ez tetszik. Üdvözöllek, Csabusa. Mit ír ki? Ja, hogy engem. Volna itt egy kis játék. Feladatot keresztül menni 5 szobán 1 percen belül, különben eláraszt 1 liter water. Kezdődjék a játék. Kattints. Hova? Egy a táblán. Nem a táblán. Itt fölött nem látok semmit. Amikor sötétben egy pillanatra megjelenik, hogy mi? Vagy hogy valamelyik lyukba kattintsak? Ott mintha lenne valami. Jó, már elég lejárt. Oké, eddig nem tudtam értelmezni, hogy mi van. Jaj. Táblán tudok, itt nem látok semmi gombot. De esküszöm, mint a más lenne. És igen, csak ugrani kellett. Vág, ez jó, oké. Bár ezek a fajták, amikor így keresni kell valamit, az nem egy percesnek valók.
le is jár természetesen. Ez az adó szérum nem csap be, aha. És úgy marad helyes. Hoho. Szép díszítés, csontrakás. Itt van egy kar. Tök jó. Csontokat is fel lehet venni? Azt nem. Kulcsjuk. Ja. Nézzük, hogy mi történik. De jó! Jó, oké, már is megnézem, mi van itt, de jó! Ezt el fogom lopni. Befejező gomb. Köszönöm, hogy végigjátszottad a pályámat, most pedig a jutalmaidért néz körül a teremben, készített a kopci, ott a csatornája. Mit írjatok neki? Ne írjatok, küldjetek neki képeket. Milyen képeket küldjetek? Mondjuk fűrőzes képeket. Legyünk aktuálisak, meg Editor Water. Micsoda? Vegyél egy egg. Kezedbe veszed, áldását megleled. Útra meg a gigatoműber tápsétapálca. Jesszus Mária. Atomüber tápsétapálca. A kiválasztottak fegyvere, ha kezedbe veszed, meglátod csodálatos hatását. Azt látom. Nagyon gyors leszek. Erős, minden. Mob follow range, az annyira nem pozitív, hogy azt is felvette. Jó, kijátszottam magam. Nyálka. Legyekőzve. Óriás slime. Legyekőzve. Jó, tetszett a pálya, csak nem egy percesnek való, egy kicsit nagyobb volt annál. A következő pályát Benilis készítette, és az a címe, hogy a kenyér. És indítom is. Egy láda, olvassál történet. Megkívántál egy kis kenyeret, és hogy megedd a friss levegőt, szétnéztél a konyhába. Aztán lejöttél, de a kenyeret elfejtetted lehozni. És fel kell menni a kenyerét, ez a feladat? Feladat, menj fel a konyhába, és hozd le a kenyeret. Menj ki az udvarra, és csak akkor van vége a pályának. Hát ez jól kezdődik, csak kár, hogy kreatív vagyok. Ládák szintje. Jaj. Na most olyan jó belelendültem, hogy nem tudom melyikeket néztem meg. Még följebb cselezünk? Ne sem. Ajtók mögött. Ezt még elérem. De ebben nincs kenyér. Lehet, hogy be tudnék oda menni? Valahol van kapu. Nem látok. Ezt már néztem. Jó, lejárt egyébként. Túl sok ez a láda. Na jó, még egyszer. Ezeket így mind végignéztem, igen, ez az oldal. Nem, addig oké, hogy föl kéne ide jönni. És itt még volt láda, de azt nem érem el. Jaj. Itt nincs kenyér. Azt mondja, hülye vagy, nem ide kell jönni, hanem a két ajtó szobába. Itt tényleg van egy kapu, amit nem veszek észre, igaz? Hát annyira nem veszem észre, hogy még mindig nem veszem észre. Vagy valami gomb. Jó, szóval kitettem, szóval ez a padlás, csak mivel új a ház, semmi nincs itt. Nem, nincs itt kapu.
Most elfelejtett kaput rakni, vagy amiért kreatív vagyok, kiüthetem bárhol. Szintén meg van minden csinálva, csak körbekerítés van. Jó, hát oké, nálam ez egy ilyen anomália, kész, itt le vagyok állva. Az a bizonyos kenyér. És akkor sütfőzer 4000, sütőgép csomag. Csinálok magamnak bárhol kaput. Milyen modern házam van, ó. A következő pályát X falkon X kész, nem. X fals, X falkon X2 készítette, pedig nem egy bonyolult név. Nem, de egy, szóval, és az a címe, hogy egy, az a címe, hogy egy ugrás. És most. Na. Megvan. Ja, itt volt valami. Igen. Kérem meg a kiutat, és ugorj egy nagyot. Ugye barrier, mert én nem tudom, biztos nem tudok ekkora ugrani. Ez hány blokk van? 5. Most ugrottam egy nagyot, akkor kész. Még valami esetleg? Ez semmi. Azt nem tudom, minek néztem meg. Ekkor hát én nem tudok ugrani. Ezt nem tudom. Nem is látok semmi gombot, titkosan, amit meg kéne húzni. Jó, lejárt. Számomra itt vége is van. Azt hiszem túlélőben voltam. Kösz, hogy csaltál. Ja, Istenem. Jó, oké. Jó. Nem is írta a szabályokat, úgyhogy nem volt csalás. Ennyi. Egyébként meg nagyon ötletes. Ez jó poén volt. Ez igazi egyperces, mondjuk. Mondjuk igen, tehát... hogy is mondjam, pont arra hajasz, hogy túlmenj az egy percen, és akkor használj kódot. De jó, ez tetszik. Jó. A mai utolsó pályát Tuku 13 és Tuku 26 készítette, hogy mi van ma velem, hogy nem tudok ma beszélni, na mindegy. Most a címét keresem, mert elfelejtettem. Az invázió. Jó. És egy gomb, információ, kezdjük az információval. Mindenben van állítva az időt, állíthatod, és a spam point engedélyezett. Oké, okay, kezdés, kezdéshez. Attól mi Bertáv sétapálca. Attól mi Bertáv sétapálca. Keks, szivas 6 kód, hamis, hát az biztos, hogy hamis. Időhúzó, hát ti pályátok, semmi, oké. Okay. Kezdés. Bob azt mondja nekem, én a segítőd vagyok a pályán, történet, elraboltak téged az UFO-k az űrhajójukon, össze kell gyűjtened pár tárgyat, és abból egy alkatrész készíteni, majd azt behelyezni a megfelelő helyre. Ez nem tűnik egy percesnek, kicsit hosszabbnak tűnik, ha ilyen keresgélős, vonósugár istenek vannak benne, tökéletes. Nyomd meg a feladathoz, 1-2-3-4-et. Ezeket kéne, és ez lesz a végeredmény. Gyűjtsd össze az alkatrész darabjait az űrhajóban, majd készítsd az alkatrészt a tárgyak behelyezésével. Alkatrész, alkatrész, alkatrész. Ha ezzel, közben leállítottam a stoppert, mert lejárt. Ha ezzel kész lennél, akkor menj a rendszerbe, az agyleszívő központnál hátul, és cseréld ki a hibás alkatrészt. Ez nagyon nem egy percesnek tűnik. Információ, a karokkal irányíthatod a onósugarat, próbáld ki. Onósugár gyengül. Minden UFO hagyja el az űrhajót és vonuljon fedezékbe. Onósugár gyengül.
az űrhajó túl melegedik, a vonósugár által kibocsátott hő miatt. A vonósugár állítása energiatakarékosra nem sikerült. Mi a túl volt? Az űrhajó energiája nem bírja már sokáig fenntartani a vonósugarat. A vonósugár hamarosan leáll. A vonósugár kritikus sebességgel gyengül. A vonósugár gyengül. Jó. Jaj. Most elrakott volt teljesen máshova. Itt egy visszagomb. Oké. Jó, ez nagyon nem egy perces emberek, ez sok így. Úgyhogy ez a pálya szerintem repül át a darálóba. Gondolom egy tárgy van itt. Ennyit kell. Ja, nem, csak nem nézek körül, a szem is ott van, oké. Jó, nem kerül a darálóba, csak ügyesen össze fogom vágni. Egyébként mint kalandpályán nagyon érdekes, de mint egy perces nem jó, egy percesnek nem jó. Nem jó. Az agresszívó központ. Van visszagom? Mert megint nem néztem körül, olyan ügyes vagyok. Csak akkor menj ide, ha már megvan a CTP. Tegy vissza. Azt mondja, itt van a napfényérzékelő. Ott az a kettő, és a dugattyút honnan szedem össze? Itt is a teheneknél van. Illetve zűrtehén. Itt van a dugattyú, igen. Egy lerak, más kettő indítás. Ez megvan. Ott megvan a dugattyú is. Oké. Minden megvan. Nem lehet, de... Igen. És ezeket bedobálom. Ezt köszi. Ide. Azt mondja, lerak. Kettő indítás. A második meg az indítás, de... De mindegy, hová rakom le? Csináld ki a rossz alkatrészt erre. Nyom meg a gombot, várj 5 másodpercet, gondolom. Mert miért így írja? És nyom meg újra. Lefejezés kész. Oh, ne! A klónomat megölték. Egy lesz szíves. Csiha. Kész az agyátvitel. Csabos agy áttöltve a zombiéval, a következő ember lefejezve. A fejezés kész. Most újra megy az egész? Aha. Jó, hát számomra vége van a fájának. Tényleg nem tudom, mit nem veszek észre, mit néztem be. Bedobom a tehenek közé. És lóval tényleg van ott valamiuk. Beesett, nem esett be. Itt is barriér van ott, hogy nem esik bele. Esélj már bele. Na, biztos barriér. Jó, szóval hát én nem tudom. Jó, mai közül a fűrészesben szép volt, meg látványos, de sem egy percesnek való, akár csak ez a pálya. Túl nagyba gondolkodtatok. A nagyugrás az nagyon poén volt. Most nem tudom mi a cím, én így írtam föl magamnak, amikor hát ugye csalással kellett végigvenni, aztán még rám szólt, hogy milyen csúnya vagyok, hogy csaltam. Tehát... Az igazi egy perces volt, szerintem én azt tudnám abba sorolni, úgyhogy azok között ez. De egyébként
ez is egész ötletes. Csak nem egy perces, az benne a mellékíz. A kézikönyv volume.